Nagyon smász! Sziasztok! Ma egy erősítéssel kezdünk, az ahogyan a challenge programban is van. Csatlakozzatok, most már jó páron csatlakoztatok, úgyhogy ti is nyugodtan, ha még nem tettétek volna, akkor regisztráljatok, a honlapon megtaláljátok az adatokat. Nem lesz más erősítés, technikák, végrehajtás, és akkor végén kaptok egy új jövet, vagy egy új fokozatot pontosabban. Most nézzük meg egy kicsit a barna csíkos, a legmagasabb lőfokozatra való erősítésnek egy részét. Jó, légy szél, Zohán, most tegnap mi volt? Tegnap minden második, akkor most ez jön, jó? Légy szíves, kezdjed, 25 lendületugrás. Jó, minden másodikat fogjuk igazából megcsinálni, minden második feladatot. Tegnap minden páratlant csináltunk meg. Meglátjátok, hogy intenzív gyakorlás, de bőven elég arra, hogy jó kondícióban maradjatok. Jó, akkor mehet 25 hátragurulás. Hajrá, jobbra-balra, nyugodtan lehet egyet szusszanni, de utána kezdjük meg. Jó? Magatok tempójában csináljátok, mindig valóban lehet a gyakorlatok között egy rövid szünetet tartani, de mondjuk ne fél órát, meg ne rövid szünetet, egy kicsit pihensz, és utána kezdődik a következő. Így dinamikusan dolgozol, vagyis nem lustán, nem kell kapkodni, de van egy normális tempó, ami tartani. Lesz. Jó, következő egy 25 guggolás, de még egyet szusszany. Úgy a guggolásnál fontos, teli tartom szépen, egyenesen tartom magunkat. Guggolás. 25. Oké, tegnap a fekvőtámasz volt, ma a félfekvő lesz, abból tüzet csinálj, légy szíves. A félfekvőnél előre döntődön tolod a törzsedet így, térdeden vagy, és mehet úgy 10 darab, hogy egyenesen mélyre leengeded magad. Az utolsó feladat az pedig 25 darab bicska. Jó, bicskánál bezárod, lábujjadat, neki nyomod a tenyerednek. Lehet. Nem
három oldalról, fölülről buktatjuk a kezet. Oké, 25 bicska. Ez volt a gyakorlatok fele, emellett még van kiülés, fekvőtámasz, feltesszökkenés, féltérdelés, híd, meg minden, nem, és térdbelépés. Ez így nagyjából ez a fele volt, tehát körülbelül időben a duplájával tudtok számolni, ha teljesen akarjátok egy alkalom alatt csinálni. Következő egy kis ütésgyakorlás, ütésvédésgyakorlás, gyerekérlek Zoán. Jobb láb elől, első alapvédésünk, alulról véded és kizárd oldalra a kezed. Jó? Ics. Nyi. San. Sinnedő hátra, jobban előre jön a kéz egy kicsit. Go. Úgy. Rok. Sit. Hacs. Kiu. Gyu. Bal láb elől. Ics. Nyi. San. Si. Go. Nem magasba föl a kéz, magunk előtt. Rok. Nem megy a kezünk följebb az arcunknál. Ide. Nem megy ide föl. Sics. Nem megy föl. Hács. Kiu. Előre. Nem nagyon behúzod. Gyu. Jó? Tehát így emeljétek a kezet. Igazából én egy támadást támadjál. Minél előbb el kell csípni. Ha nagyon ide engeded, veszedelmes. Jó? Na most következő. Jobb láb elől. A másik, amit már néztünk, az pedig a kereszt, a tükörkézzel kívülről. Sics. Ez az. Jobban előre ez is. Nyi. San. Si. Go. Rok. Nem ütjük el. Sics. Hacs. Kiu. Gyu. Jó, bal láb elől. Sics. Nyi. San. Si. Go. Rok. Sics. Hacs. Kiu. Gyu. Oké. Okay. Jobb láb elől. Én most szabadon egyenesen támadok, te pedig szabadon védesz. Vagy keresztbe, vagy kívülről, vagy tükörbe, vagy keresztkézzel. Jó? Tehát szabadon alkalmazod ezt a védéseket. Középen állsz, nem hátul, nincs hátul, nem úgy értem, nincs hátul a testsúlyod. Tessék megállni felén. Jó. Nyi. San. Si. Go. Rok. Sics. Nagyon hátra megy a kezed. Hátsevé vágod, oldva magad. Kiu. Gyu. Ics, nyi, szán, si, go, rok, sics, hács, gyú, gyú. Jó, másik oldal, hozzá belőle, ics, jó volt, nyi, szán, si, go, rok, sics, hács, gyú, gyú. Ugye egyedül ugyanígy gyakorolsz, csak könnyedén védesz. Még egyszer, ics, nyi, szán, si, nagyon behúlt pad a kéz, go, előbbre, rok, sics, azaz, hács, gyú, gyú. Ja, oké. Okay. Következő, pofon, visszaütés, jobb láb elől, sics, nyi, másik oldalra is szan, mindkét oldalra, si, go, rok, sics, hács, gyú, gyú. Másik oldal, bal láb elől, ics, nyi. San, si, go, rok, sics, hacs, kiu, gyu. Oké. Utolsó gyakorlatként tényleg haladóknak, haladók vagyunk, nagyok vagyunk. Spontán támadás, most két kört fogunk csinálni, egyszer támadsz az ütést, pofont vagy horgot egyenesen ütsz, utána pedig védekezni fogsz. Most először én támadok, Zoád védekezik, szabadon támadok. Egy-egy számolástól, egy-egy oldalsütést, az egyenestől pedig szabadon védekezik, jó? Picit el lehet mozdulni, nagyon nem kell táncikálni, picit mozdul. Ics. Nyi. Vissza is lehet ütni. San. Akár egyenesbe is. Si. Go. Rok. Sics. Hacs. Kiu. Gyu. Ics. Nyi. San. Si. Go. Nem baj. Rok, sics, hács, kiu, gyú.
csere van. Megtámad. Jó. Hát így. Ni. Sán. Si. Go. Rok. Ics. Hát. Gyű. Gyű. Ics. Ni. Sán. Si. Go. Rok. Ics. Hát. Gyű. Gyű. Jó, azt figyeljétek majd, megkeresitek visszajöttek a videót is, hogy egészen szűken lehet védeni, tehát magad előtt véded a tedet. Nem így szűken, hanem magad előtt a tedet, minél jobban szétcsapkodsz, hogy biztonságban legyél, annál jobb bajba kerülsz. Jó, amit szeretnék mutatni nektek, és hát ismeritek már ezt, de nézzük át, az a négyféle láb kulcs technika, amivel ledöntünk másokat. Ugye ütésből jön egy ütés jobb lábunk elő. Na most azt szerint, hogy melyik lábammal kulcsolok, négyféle van. A keresztbe állunk, jó? A keresztlábbal kulcsolok kívülről, ez a nagy külső orog. Ha belülről, letérdeléssel belülről, ez a kis, nagy belső. A tükörlábbal kívülről, ez a kis külső. Tükörlábbal belülről, ez pedig a kis belső orog. Ugye logikus a belső. A keresztláb a nagy, a tükörláb pedig a kicsi dobásokat jelenti. Na most, mindhez lehet térdelni, a nagy külsőhöz kell a legkevésbé, de nyugodtan ahhoz is letérdelhet, úgyis tök könnyű ledönteni valakit. Na most Zohár, te fogod rajtam csinálni ezeket. Jó, ütésből én számolok, védek, te védesz, én számolok, és megcsinálod a technikát, jó? Állj oda föl, egy picit nagyobb hely kell nekem, mert nagy vagyok, ti is óvatosan csináljátok a szűk a terület. Jó, legyen a nagy külső orok, jó, várj el, először mehet, magadba, így van. Jó, ebben nincs forog. Hát ha állásban csinálod, akkor meg kell húzni a lábot. Tehát forog akkor van, ha meghúzod a lábot, vagy pedig letérdelsz, és megcsinálod a lábkulcsot, jó? Hát ugye az a izinvág még egyszer. Egy, belép, úrban ez a másik oldal. Jó, egy, belép. Jó, stabil maradj. Na, ez a nagy. Nagy külső. Ha dobjunk ebből mondjuk négyet, jobbra-balra, jobbra-balra. Jó, itt. Mi? Így is jó, nagyon jó. Ez az. Szám. Felnőttek is könnyen ledöntesz. Si. Következő, ugyanez a lábbal, keresztlábbal, tehát nagy, nagy belső. Itt megy háttérd, itt nagyobbat be kell menned. Itt mindenképp térdelni. Jó, próbálj. Ide, forgol. Úgy fogom a lábat, és dőlök rá. Jó, nem csak vállal. Egy egyszer. Egy, bemegyek, ölelem a lábat. És dőlök rá. Így van. Na, ebből is négyet csinálunk. Érdeteket ne is jöttek oda, akár mint a lábban. Egy. Lazán. Kettő. Lazán a kettő. Úgy. Öleld a lábam. Három. Vissza. És négy. Így. Oké. A következő két technika, amit megnézünk, az a kicsi forgok, ugye abból is van külső, meg belső. Ugye ahogy már néztük, a külső, az kicsi, az ugye a tükörláb kívülről, tehát az én jobb lábam a Zohár bal lábbal horgolja, és ugyanez belülről, akkor pedig az a belső kis belső horog. Na akkor nézzük meg, létszik, próbáld meg a kis külső, ráig rátszol, hogy eltérjünk. Ütésből mehet próbaként a kis külső. Ne térdelt, nem így, ne lefogtam szól, ne ezt jól át térdelt. Akkor térdelt. Azaz. Jó, így tegyétek le a lábat, mert csak nekiestek a másiknak és lepördültök róla. Mehet. Úgy. Jó, na akkor ebből mehet. Négy. Gyerj. Menj háttér, mindig ezt a rombolja. Jó, lazán a testedet, döntsd rá a társadra vagy a földre. Mi? Öleljük a lábat, öleljük a karral, nem pedig toljuk. Van. Jó, laza.
És si. Ja. És végül, ez egy kicsit rendhagyó, a kis belső, mert hogy eddig mindig arra dobtad az ellenfelet, amerről jött. Most 90 fokkal el, vagyis ha jobb lábunk van elő, támadok, ő védi, akkor jobb lábbal oldalra lép, és ballal belép, és nem tudom, ölel ugyanúgy, és abba az irányba dob. Köve kb. 90 fokra. Még egyszer ugyanúgy, de viszi a kis, jó? Nézzétek, támad, kilép, belép, ölel. Ja, ugyanúgy öleljétek meg a lábat. Másik oldal is. Kilép, belép, öleld a lábat, tente. Óvatosan ezt, mert aput anyut is fecsös csapjátok. Na, akkor ebből is lehet. Nézd, így. Mi? Tan. És si. Az, ilyet. Na, akkor utolsó feladatként Zoán bemutatja ezeket a technikákat árnyékolva egyedül. Nagy külső, nagy belső, kis külső, kis belső. Jó, ide jövök én is, akkor mondom, ugyanúgy jobb lábad elő, jó, mondjuk jobbra-balra kétszer. Tehát jobbra-balra megcsinál, aztán a következő. Jó? Akkor nagy külső horog, box, véd, bal jobb, és sofőr. Ez az, és lerog. Jó. Másik oldal, bal láb, bal jobb. Jó, mutatom én is. Nézzétek, én is bemutatom mind a négyet. Jó, figyelj, figyelj. Tehát jön az első, kivéden belépek, söpök. Másik oldal, kivéden belépek, letérdelek, és döntök. Jó, ilyen. Következő, a nagy belső, hátsó térde, így döntök. Hátsó térde, így döntök. Aztán jön a kis külső, belépve döntök. Belépve döntöm, és a kicsi, egy, két, döntöm, egy, két, döntöm. Az egész akkor. Ja, akkor még egyszer mehet, jó? Jobb láb elő, nagy külső, kék lépés, box. Egy, kettő, ez az. Jó, másik oldal, egy, két, söpör, szuper. Jó, nagy külső, egyből tolod a térdet, box. Nem. Ki lenne? Nagy külső. Nagy belső, bocsánat, elnézést, nagy belső. Rosszat mondtam. Így van, így van. Szuper. Ez az, jó. Kis külső, hátsó lábbal. Azaz, bátran induljatok el. Jó. Ó, nagyon jó. És az utolsó. Azaz, nagyon jó, így van. Jó. Egy, két, szuper, jó. Ügyes vagy? Na, ez azért jó ezt így megjegyezni, ezt a négyet, bár fokozat szerint el van osztva ez a négy technika. Igazából, ha azt megérted, hogy van egy keresztlábad, amivel gáncsolsz, vagy egy tükörlábad, tudod ezt kívülről vagy belülről, rögtön négy technikát elsajátítasz, és ezek tényleg nagyon könnyen használható technikák, ezzel nagyon könnyű ledönteni mást, tehát Zoád is engem, pedig sokan erőlük, iszonyú könnyen földhöz vág ezzel, úgyhogy értsétek meg, gyakoroljátok, és árnyékkor is tudjátok végrehajtani, tehát az az igazi mércéje a megértésnek. Jó, egy kicsit lazítunk, a csípőnket jól megdolgoztattuk, azért ezekkel a fűzésekkel, jó pillangó, így van. Jó, előre nyújtózkodunk. Jó, terpezd be. Most a lábad, Lici, azaz. Úgy, oldalra. Másik oldal. És középre. Jó. Törökülés.
előre, vagy lótusz fél lótusz előre. Másik láb. Jó. Hanyat fekszel, terekadat. Átadat keresztbe dobott lábba. Úgy, úgy. Jó, másik oldal. Ja, oké. Köszönöm, Zohán, létszősműsor. Mindenképpen csatlakozzatok a challenge-hez. Csináljátok az edzéseket, regisztráljatok, olvassátok el a játékszabályt, hogy edzésed után ki kell pipálnod, hogy teljesítetted, illetve az edzések végeztével kiadott feladatot, pár feladattól van szó, pár percről, erősítést és technikát mindig csináljátok meg. Jó, egészségetekre, vigyázzatok magatokra, és jövő héten indul a program. Arigátok az élet!